Szevasztok! Az országjárás keretében most éppen Győrben vagyunk. Ugye sok mindent csinálunk, aktivistákkal beszélgetünk, tárgyalunk a politikai partnereinkkel. És most éppen itt vagyunk az Audi gyárban. Audi gyár előtt. Ugye az elmúlt évtizedekben Magyarországon, de a világon is, de gyakorlatilag Magyarországon én, Magyarországon is, a munkás dolgozó emberekkel hát nem jó dolgok történtek. Őszintén szóval azokat a jogokat, amiket az elmúlt évszázadokban kiharcoltunk magunknak, vagy kiharcoltak magunknak a dolgozó emberek, a rendszerváltás óta egyre inkább veszik vissza a különböző kormányok mindenféle indokokkal. Ma a dolgozó embereket valójában Magyarországon kizsákmányolják érdemben. Alig-alig van olyan ember, akik meg tud élni a 8 órás munkájából. Többet dolgozik, hétvégén is dolgozik, több munkát vállal, feketén dolgozik, elképesztő rossz az egészségügyi ellátás. A nyugdíj már olyan magas, hogy gyakorlatilag alig mennek az emberek nyugdíjba, mert már csak pár évet élnek, és azt is ugye valószínűleg betegen, mert annyit dolgoztak, hogy addigra már levetegedtek, és utána sajnos meghalunk. Tehát elképesztő az a helyzet, ami Magyarországon így 2019-re kialakult, és ebben hozott egy kis változást az elmúlt hónapoknak a tüntetései és bátor politikai kiállása. És azt gondoljuk, hogy ez az a dolog, amit folytatni kell, ez a tüntetéseket, a politikai kiállást, és bizony azt, amit itt az Audiban elkezdtek, és hál' Istennek sikerre vittek, egy sztrájkot csináltak meg, példát mutatva ezzel sok mindenki másnak, és újra büszkeséget adtak a magyar dolgozóknak, hogy igenis kiállhatnak magukért, kiállhatnak a jogaikért, és ezt, hogyha ő együttműködnek és kitartanak, akkor sikereket fognak elérni. A sztrájk is sikerrel zárult, az Audi gyár belement a követeléseknek a teljesítésébe, az összes követelésnek a teljesítésébe. El kell, hogy mondjam, hogy tragikus volt némelyik követelés, ami jól jellemzi a magyar állapotokat. Az egyik követelés az volt, hogy legalább havonta egy szabad hétvégéje legyen a dolgozóknak. Azt gondolom, hogy nem kell azon túl sokat ragozni, hogy ez mit jelent a valóságban. Tehát az azt jelenti, hogy évek óta az Audi gyárban, de tudjuk jól, hogy az ország sok helyén az emberek úgy dolgoznak, hogy nincsen hétvégéjük sem. Mindezekért, amiket most elmondtam itt, azt gondoljuk, hogy ez a helyes út, ezt kell csinálni, az utcán is kell lenni, tüntetni kell, jogokat vissza kell szerezni az utcán is, a parlamentben is és a munkahelyeken is, és azért, hogy ezt tehessük, azért büszkén kell magunkra gondolni, azért, mert mi Magyarországon dolgozunk, ez a 4,5 millió ember, aki bemegy a munkahelyére, fölveszi a munkát és dolgozik, ezek azok az emberek, akik ezt az országot életbe tartják és működtetik, de ezek az emberek nagyon sokszor úgy néznek, mint hogyha senkik lennénk, jogaikat nem adják meg, nekünk büszkének kell lenni, hogy ezt csináljuk, és azt gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy ezt el is mondjuk, és hogy ezt ki is fejezzük, ezért a Magyar Szolidaritás Mozgalom úgy döntött, hogy idén május 1-én nem a munkát fogja ünnepelni, hanem végre a munkásokat, és innentől kezdve ez mindig így lesz. Nekünk május 1-e a munkás büszkeség napja lesz ezentúl. Ezt a rendezvényt fogjuk megtartani május 1-én. Mindenkit szeretettel várunk, természetesen be fogjuk vonni a szakszervezeteket is, hogyha eljönnek más politikai pártok vagy civil szervezetek, annak is nagyon fogunk kerülni, de mi mindenképpen megtartjuk ezt az eseményt. Erről fog szólni valójában az elkövetkező 2,5 hónapunk ennek az eseménynek a szervezéséről, a promotálásáról. Természetesen mindig fogjuk adni a információkat róla. Most ezen a szimbolikus helyen meghirdettük, tehát 2019. május 1-én Budapesten, majd elmondjuk szépen lassan, hogy hol, mikor, pontosan hány órakor, és milyen helyszínen, és milyen szereplőkkel megrendezzük Budapesten Magyarország első munkás büszkeség napját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hát megyünk tovább mi találkozunk az aktivistáinkkal, és hát a Vasas Szakszervezet egyes vezetőivel, hogy beszélgessünk, ahogyan tovább.